Üdvözlök mindenkit, a Balatoni Ötletek Csodahelyek Tihanyban című műsorát láthatjátok. Ezen a szeles napon ma 5 olyan helyet fogok bemutatni, amelyet mindenképp érdemes megnéznetek, ha erre jártok, illetve hogyha elkerülj a figyelmeteket. Tartsatok velünk! Aki békére és nyugalomra vágyik, mindenképp látogasson el a Tihanyi belső tóhoz. Folyamatos a haltelepítés, ezért horgászoknak is érdekes lehet. Aki pedig a kis kedvencükkel szeretne ellátogatni, nyugodtan megteheti, fürdőzhetnek bátran a tóban. A belső tótól nagyjából 400 méternyire van, az ide felérkezőknek azonban egy 40-30 perces sétára kell számítaniuk, amelyet a Lóczi Lajos tanösvényen tudnak megtenni, amelyet Sárga kereszt jelöl. A apátságtól nem messze található a Pompom meséből is ismert gombócartól, aki imádja a csokoládét. Ez alkalomból hoztunk is neki egyet. Tessék! Találtunk egy kézműves fagyizót Tihany belvárosában, ahol olyan különleges ízeket próbálhatunk ki, mint a sós karamelles popcorn, az ibolya pezsgő, az étcsok is csilis ízű. Itt van mellettünk a fagyizó tulajdonosa, Brunner Zsolt, akivel most beszélgetni fogunk. Itt szoktátok elkészíteni a fagylaltokat, vagy talán máshol? Nem, ez a levendula kézműves fagylaltozó egy országos franchise hálózat, budapesti üzemmel, tehát minden egyes fagylaltozónak Budapesten egy központi helyen gyártjuk a fagylaltot és szállítjuk országszerte. Milyen fagylaltjaitok vannak, amelyek mondjuk rá csak szezonálisak, tehát így alkalmanként kaphatóak? A legtöbb ilyen, persze megvannak a kedvencek, de gyakorlatilag mi arra specializálódtunk, hogy akkor készítünk, amikor éppen érik, mert mindent frissen használunk föl, tehát most az augusztus ízei leginkább a görögdinnye, az őszi barack, a sárga dinnye, a szilva például, ami ilyenkor érik, úgyhogy ennek így megvan a folyamata tavasszal. Egy nagy kedvenc a mentás málna például, de ez annyira népszerű, hogy ezt például egész évben készítjük, de nagyon sok szezonális
gyümölcs van. Honnan jönnek az ötletek? Hogyan találjátok ki, hogy most milyen speciális ízű fagyival szolgáltok itt a ideérkezőknek? Hát egyrészt nyitott szemmel járunk így a nagyvilágban is, valamint véletlenek alapján is szül. Például van egy eperes gyömbérfagylaltunk, és ez úgy született, hogy előtte volt egy eper és egy gyömbérfagylalt, amit együtt ettünk, és akkor találtuk ki, hogy ez milyen jó párosítás, és akkor innentől fogva együtt készítettük. Esetleg, hogyha valaki valamilyen ételintoleranciával rendelkezik, illetve allergiás számukra, van-e valamilyen lehetőség, hogy itt fogyasszanak valamit? Igen, már 2012 a nyitásunk óta vettük észre, hogy erre mekkora igény van, és azóta sok mindenbe fejlesztettünk ezzel kapcsolatban. Például minden táblára kiírjuk, hogy melyik íz mit nem tartalmaz. Nagyon sok, szinte az összes fagylaltunk gluténmentes, van külön gluténmentes tölcsérünk. Körülbelül a kínálat fele laktózmentes is, és ez egyben ugye a vegánoknak is fogyasztható, és ezen kívül vannak cukormentes fagylaltjaink is. Úgyhogy erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy minden ételérzékeny vásárló tud nálunk választani valamit. A jövőre nézve esetleg van-e már valami, amit kitaláltatok, hogy jó lenne, mint új íz bevezetni a repertoárba? Igen, sok mindenen dolgozunk, most előre ezeket nem akarom elárulni. Egy kicsit próbálunk klasszikusabb vonalra is visszatérni, úgyhogy ilyen süteményes kreációkon dolgozunk. Ezeket mindig így ősszel teszteljük le, kirakunk egy próbát a full pultba, megnézzük, hogy milyenek a reakciók, és akkor úgy vezetjük be a következő évbe így országosan. Megmondanád, elárulnád, hogy esetleg neked személy szerint melyik a kedvenc ízed, illetve melyiket ajánlanád az ideérkezőknek? Hú, ez jó kérdés. Nekem most éppen a kedvencem a sós karamellás popcorn. Ez egy elég különleges kreáció. Popcorn darabok vannak ilyen karamellás alapban. De természetesen, hát mivel a levendula fagylaltozó vagyunk, így abszolút ajánlom az összes levendulás ízünket. Ebből 5 vagy 6 féle is van folyamatosan, úgyhogy ezeket mindenképpen érdemes kipróbálni. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Ha tihany, akkor mindenkinek két dolog jut az eszébe, az egyik a tihanyi apátság, a másik pedig a tihanyi vízhang. A tihanyi apátság arról híres, hogy volt egy levelük, amely 1055-ben íródott, amely tartalmazta az első magyar félmondatot, amely a következőképpen szólt: Fehérvárról mellő hadi úton. A tihanyi vízhang pedig egy régi legendából ismerős lehet már számunkra, egy királylányról szól, akinek nem volt hangja. Majd pedig a király adott neki egy hangot, de ő nagyon gőgös lett, és nem állt szóba senkivel, sorra visszautasította a kérőket, beleértve a király fiát is. A király azt tette, hogy elvette tőle a hangját, és bezárta egy kősziklába, és azóta is csak akkor tud megszólalni, ha valaki más is szól. Itt vagyunk a tihanyi apátság lábánál, ahol egy nagyon aranyos, kedves, panorámás cukrászdára van lárátásunk. Nézzünk is be! Nagy Viviennel beszélgetek, az apátsági Rege cukrászda marketing vezetőjével. Üdvözöllek, Vivien! Üdvözöllek, szia! Miért ezt a nevet viseli a cukrászda? Esetleg van valamilyen története? Igen, hát ugye az apátsági az nem kérdés, az apátsághoz tartozik. Olyannyira az apátsághoz tartozik, hogy maga az épület az apátságnak a gazdasági udvara volt, tehát elég nagy múltú az a komplett épület. A Rege, az pedig Garai Jánosnak köszönhető, ugye ő írta meg a Rege a tihanyi vízhangról című művet, és az ő művének állít úgymond emléket ez a név a cukrászda nevében. Az étlapon láttam, hogy számos sós, ebéd, vacsora reggelinek való is van, annak ellenére, hogy a cukrászda nevet képviseli a hely.
esetleg ez mindig is így volt, vagy később ivódott bele ebbe az egész kínálatba? Nem volt mindig így, viszont 2018-ban elkészült a konyha, innentől állami üzemeltetésünk alatt, és szerettük volna kihasználni, hogyha már elkészült, és ezért bővítettük a kínálatot reggeli fogásokkal leginkább, illetve ilyen brunch jellegű ételekkel, illetve most a tavaszi helyzet úgy hozta, hogy bekerült a kínálatban a pizza is, és annyira megszerették a vendégeink, hogy ez benn is maradt. Különböző programokkal is várjátok esetleg az ide érkezőkkel, koncertekkel, vagy valamilyen rendezvényekkel? Hogy szokott ez lenni? Igen, igyekszünk színesíteni itt az esti életet leginkább. Az idei évben most már heti 4 zenés est volt, így a nyári estéken. Szeretnénk ezt a jövőben is fenntartani, illetve télen is igyekszünk programokkal készülni a vendégeknek, mint például az adventi vásár, a Mikulás szokott hozzánk ellátogatni, illetve volt például fánkevő versenyünk farsankor, és hát nyilván az idei télen is majd igyekszünk minél színesebb programokkal készülni a vendégeknek. Mesélj egy kicsit, milyen süteményeket láthatunk az asztalon. Az egyik, ami ott előtte található, ez egy levendulás krémes. Nagyon sok vendégünk ezért jön ide, ugye Tihanyban a levendula az nagyon népszerű. A másik az pedig Jeromos atyának a kedvence, ez egy mangós sütemény, illetve ami itt előttem található, ez azért is különleges, mert hogy gluténmentes, régóta megtalálható a kínálatban, ez egy tokai furmintos sárga barack csetnis és narancsos túrókrémes sütemény. Milyen speciális ital kínálattal tudjátok ellátni a vendégeket? Nagyon sok helyi termékünk van, igyekszünk a helyi dolgokat kínálni a vendégeknek, mint például a levendulás gin, ami helyi levendulából készül, illetve az apátsági termékek, mint Gellértatya gyógytája, az Anasztázia királyné levendula likőr és András király keserű likőr. Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm én is! Ha Tihany, akkor vízhang, apátság, levendula, sok-sok étel és nagyon sok kaland. Ugyan nyáron a legnagyobb pezsgés, de ezt a kilátást, ezt egész évben élvezhetjük. Köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!